Áldás békesség, sziasztok gyerekek! Mondjátok, ti tettetek már ígéretet? Mit jelent az ígéret? Az ígéret azt jelenti, hogy ha valaki elmondja, hogy mit fog majd csinálni később, igaz? Van egy ilyen mondás, hogy az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Igaz? Anya meg apa is biztos ígért meg már nektek valamit, például, hogy elmegyünk a játszótérre, eszünk egy fagyit, és akkor az úgy jó, hogyha be is tartják, és aztán elmentek a játszótérre, megesztek egy fagyit, igaz? Vagy amikor a barátotok megígéri az óvodába, hogy elhozom neked ezt a játékot, vagy kölcsönadom neked ezt a játékot, akkor az nagyon jó, amikor tényleg elhozza. Csak az a baj, hogy ezek a dolgok nem rögtön történnek meg, hanem várni kell rájuk. És várni nagyon rossz. Türelmesnek lenni, az nagyon nehéz. Nem mindig könnyű várni, meg türelmesnek lenni. De mikor megyünk a játszótérre? De mikor eszünk fagyit? Mikor játszatok a játékoddal? Nem olyan könnyű dolog. De azért ezekre érdemes várni. Bibliában is előfordult, hogy Isten megígért valamit a népének, és arra várni kellett. De ezt később teljesítette, amit megígért. Jézus is megígért valamit a tanítványoknak, amikor feltámadt. Először is elküldte őket, hogy mondják el minden embernek, akivel csak találkoznak, hogy Isten szereti őket. De megígérte, hogy nem kell ebben egyedül lenniük, egyedül boldogulniuk, hanem azt mondta, hogy küld nekik valakit, a Szent Lelket, aki ebben majd segít, aki ad nekik bátorságot, támogatja őket, amikor azt értik, hogy nehéz, és ővelük lesz. Jézus megígérte, hogy küldeni fog a tanítványoknak valakit, aki segít, és később meg is tartotta az ígéretét. Imádkozzunk! Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Jó Atyánk, Istenünk, Te taníts bennünket. Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket. Szent Lelked ereje növelje hitünket. Ámen. Jézus, mielőtt felment a mennybe, elküldte a tanítványait, hogy menjenek el és mondják el minden embernek, hogy Isten szereti őket. De azt is mondta, hogy nem kell ebben egyedül lenniük, hanem elküldi az ő Szent Lelkét, aki majd segít nekik ebben. A tanítványok várták a Szent Lelket, és egy napon hatalmas szélzúgást hallottak, csak úgy fújt a szél, hogy de nem vihar volt, és nem féltek. Egy nagy tüzet láttak meg, de nem a ház égett. Apró lángnyelvekre bomlott a tűz, és szétoszlott, és mindegyikük fején ott volt egy picike, picike láng. Hirtelen azt érezték, hogy erősek, bátrak, nagyon megörültek, és beszélni kezdtek kint az embereknek. Sokan gyűltek össze a nagy zajra, robajra, és megnézték, hogy mi történt, és ők beszéltek. Isten dicsérték, és Jézus tetteiről beszéltek. Sokan összegyűltek, különféle nyelvű emberek, és mindenki a saját nyelvén hallotta, amit mondanak. Néztek össze-vissza, hát itt meg mi történik, ez hogyan lehetséges? Sokan azt mondták, hogy biztosan ittak. Ez nem is valóság. Péter előállt, és elmondta, hogy nem. Isten Szent Lelkét kapták meg, és elmondta, hogy Jézustól jött. Jézus az a Jézus, aki Isten fia, akit Isten leküldött, hogy meghaljon a kereszten, és feltámadjon, legyőzve a halált miattunk, mert minket úgy szeret. Az emberek hallgatták Péter beszédét, és azt mondták, hogy mit tegyünk?
Mit tegyünk, hogyha ezt tettük Jézussal? Most mit tudunk csinálni? Azt mondta Péter, hogyha Jézussal akartok élni, akkor Isten megbocsát nektek. Keresztelkedjetek meg. Nagyon sok ember megkeresztelkedett. Nagyon sok ember, és belőlük alakult meg az első gyülekezet. Isten leküldte az ő szent lelkét, hogy segítse, támogassa, bátorrá tegye, bíztassa, és vigasztalja a tanítványokat. És ezentúl mindig, mindenhol velük volt. Segítette őket, hogy tudjanak Jézusról beszélni. És a tanítványok a Szentlélek segítségével sosem lankadtak el. Hoztam nektek egy játékot. Ebben a játékban te is tudsz segíteni a Szentléleknek, hogy eljusson a tanítványokhoz. Az ujjad segítségével el tudod juttatni a Szent Lelket, a katifántos útján, hogy eljusson a tanítványokhoz, és tudjon nekik segíteni. Készültem én nektek egy énekkel. Lehet, hogy nem ismered, ne szomorkodj, most meg tudod tanulni. Jöjjél tovább a jó hírt, mozgass meg minden megmozgatható. Jöjjél tovább a jó hírt, hogy Urunk őt meghívult. Még egyszer. Jöjjél tovább a jó hírt, mozgass meg minden megmozgatható. Jöjj el tovább a jó hír, hogy Urunk őt meghívott. Szálljuk le az alkalmat egy imádsággal. 1, 2, 3, 4. Édes Istenem, köszönöm neked, hogy hallhatunk a Szentlélek ajándékáról, és köszönöm, Uram, hogy nekünk is lehet szent lelkünk, hogy mi is tudunk bátrak lenni, és lehet elég bátorságunk ahhoz is, hogy tudjuk rólad beszélni másoknak is. Amen. Készültem még nektek egy kézművessel, tartsatok velem. A kézműveshez szükségetek lesz egy fehér A4-es lapra, egy kisebb darab fehér lapra, egy ceruzára, citromsárga, narancsárga és piros filctorra vagy ceruzára, olvóra, illetve ilyen esti testragasztóra, illetve egy tűzőgépre. Először is a nagy lapot kellene félbe hajtanotok, méghozzá így. Megnézni, hogy hol van, hol találkoznak a csücskök. Ott lehet az ujjaddal lesimítani. És ha megvagy vele, akkor ezt a részt tudod itt kivágni. Az olló, illetve anya vagy apa segítségével. Ebből egy hosszú csíkot fogunk készíteni, tehát most tudod vagy beragasztani, vagy a tűzőgéppel összetűzni. Én a tűzőgéppel fogom összetűzni, egy kicsikét itt hagy rajta, hogy jobban tudjon a tűzőgépet, és akkor lehet tűzni a két lapot, hogy egy nagyon hosszú csíkot kapjunk. Ha megvagy, akkor egy ilyen jó hosszú csíkod van, ha minden igaz. Ezt tudod a fejedre próbálni, és egy olyan, igen, nekem egy ilyen újrahasznos papíron van, és olyan vastagságúra, egy olyan szélesre tudod hagyni, amekkora a fejed, tehát most próbáld a fejedhez, és akkor ott tűzd össze, ahol neked a legkényelmesebb a fejedem. Én is most ezt fogom tenni. Igen, nagyon a szélén kell összetűzni. Tehát itt a szélén egy picit, én egy picit hagyok, és úgy tűzöm össze a lapokat, de ragaszthatod is, ha azzal kényelmesen. És akkor, ha minden jól megy, akkor kaptál egy ilyen tort formát, vagy egy korona formát. Ha ez megvan, akkor ezt a kicsikét félretettük. Itt van, csak félretettük.
És a kis darab lapra pedig lehet rajzolni egy kis tüzet, egy lángnyelvet. Hát én egy ilyen kis tűzdarabot rajzoltam. Illetve én a színezés könnyítése véget rajzolok bele egy ugyanilyen kicsinyített változatot. És még egyet. Nézd csak! Tehát van egy nagy darab, lángnyelvem, egy közepes, meg egy picike benne. És most tudod kiszínezni. Vagy akkor körülbelül így kéne kinéznie. Illetve én fogok egy fekete filettet, és azzal még egy kis kontúrt rajzolok, hogy még szebb legyen. Valahogy így. Ha ezzel megvagy, akkor már csak itt elvágni. Nem kell annyira pontosan a vonal mellett. Én is például egy kicsit rá fogok hagyni. És csak úgy körülbelül vágom ki. Így fog kinézni. Szóval, hogyha kivágtuk, akkor már csak egyetlen egy dolgunk van, méghozzá az, hogy a fej tízhez ragasszuk hozzá ezt a kis láng nyelvet, fordítsuk meg, és akkor a ragasztónak a segítségével így ki tudod hozni, és akkor ezt a részt így jól beragasztózzuk, a kis csücsköket is. Meg itt lent is. Utána nagyon fontos, hogy tedd rá a kupakját, mert ez mindig el szokott veszni. És akkor ide valahova rá tudod rakni a láng nyelvet. És ha felveszed a fejedre, akkor olyan, mint hogyha te is kaptál volna Isten szent lelkéből. Nézd csak! Áldott pünkösdöt kívánok! További szép hétvégét, áldás békesség! Sziasztok!